Vlogi vlog! Szevasztok srácok! Üdv mindenkinek itt Nessai, és a mai napot megpróbálom túlélni számítógép nélkül. Bár mindannyian tudjuk, hogy ez lehetetlen. Már biztos láttátok tévéreklámként vagy online hirdetésben, hogy most a Vodafone korlátlan internetet ad az új RED tarifás előfizetőinek, és ennek kapcsán kértek föl az együttműködésre. Hát meg ugye, hogy évek óta a UPC-vel csináltam az együttműködéseket, meg érettségizős korom óta én is Vodafone-os vagyok, ráadásul redes. Lényeg a lényeg, hogy kaptam egy Samsung A71-es mobiltelefont ezzel a korlátlan internetes RED tarifával, és gondoltam, hogy miért ne csináljak egy kihívást, hogy megpróbálok egy átlagos munkanapot véghez vinni akkor ezáltal. És akkor ez egy ilyen behind the scenes dolog lesz. Hát, hogy reggel 7 és 8 óra között mit csinálok zombi üzemmódban, azt inkább hagyjuk, azt nem mutatom meg, mindannyian jobban jártok, viszont utána egyből leszoktam ülni ide a laptopom elé, és átolvasom az összes e-mailemet, céges ügyek, szponzorációk, levelek tőletek, játék megjelenésekkel kapcsolatos infók, tudjátok, az unalmas. És azt gondolom, hogy ezeket a feladatokat most is könnyedén el fogom tudni végezni egy telefonnal, sem a készüléknek, sem a korlátlan adatforgalomnak nem fog gondot okozni, hogy nekem e-maileket kell olvasni. Ráadásul, mikor ezt felveszem, pont hónap közepe van, és adót kell fizessek, úgyhogy utalunk egy kis pénzt is. Nagyjából olyan 9 óra fele szokott beindulni a nap, meg hát én is, és ilyenkor szoktam vagy elindulni meetingre, hogyha van megbeszélésem, vagy pedig online ezeket a kólokat lebonyolítani, de mivel ma nincsen egyik se, ezért egy kedves barátomat fogjuk felhívni, Simonfi Petit, gondolom nem kell bemutassam, aki szintén részt vesz ebben a kampányban, és ő is egy hasonló kihívást teljesít a telefonjával és egy korlátlan adatcsomaggal, úgyhogy most meg fogjuk kérdezni, hogy mik a tapasztalatai és mit tanácsolna nekünk. Előtte azonban megnézzük Petinek a videóját, mert már fönn van a YouTube csatornáján, úgyhogy ti is tudjátok csekkolni. Mit jelent számodra a korlátlanság? Ezt a kérdést tette fel nekem a Vodafone. Te mit válaszolnál egy ilyen kérdésre? Lehet egyáltalán válaszolni? A korlátlanság a féle életfilozófia számomra. Tipikus Peti, nagyon minőségi, majd nézzétek meg nála a teljeset. Üdvözletem. Hello, Peti! Igazából az a kérdésem, hogy neked hogy ment ez az egész korlátlanság, telefonos net, tehát neked mik voltak a tapasztalataid? Kimentem vidékre, ami annyira vidék, hogy teljesen, tehát Göcsejben van egy kis falu, és akkor ott van házunk, ez volt a legnagyobb félelmem, hogy oké, van mobilnet, de hogy az hogy fog működni, meg hogyan osztom meg a laptoppal, ugye arról dolgozom. Bekapcsoltam ezt a kis funkciót, hogy akkor internet megosztás olyan volt, mint itthon, tehát hogy így nem azt mondom, van sebességbeli különbség, de mondjuk a budapesti nethez képest mondjuk a negyede. És volt olyan dolog, amit így nem tudtál megcsinálni, vagy kicsit kényelmetlenebb volt így megosztott mobilnettel, mint mondjuk egy vezetékes otthoni nettel? Igazából nem. Tehát, hogy pont az volt a furcsa, hogy ugye nem kellett figyelnem arra, hogy akkor most mennyi adatot használok meg, hogyan. Tehát, hogyha bekapcsolva marad esetleg a mobilnet, és nem mész föl wifi-re, és úgy kezdesz el YouTube-ozni, az szörnyen kellemetlen, ez most nem volt, úgyhogy igazából sem. És hogyha most promóznod kellene a saját YouTube csatornádat, hogy mindenki iratkozzon fel, akkor mit mondaná? Úristen, Peti olyan jókat mondott, olyan jól összefoglalta a korlátlan mobilnetnek az előnyeit, hogy nekem már nem is kell mit rizsázzak. Nyilván ugye ő azt tesztelte, hogy vidéken a RED tarifa csomag korlátlansága hogyan működik, és ezt megosztotta a mobil adatforgalmat, és ő dolgozott gépen, míg én ugye azt találtam, hogy gép nélkül nyomom le az egész napot, szóval kicsit más a történet, de kíváncsi vagyok, hogy nekem hogy fog működni. Megyünk tovább. Miután megvoltak az e-mail olvasások, céges ügyek, meetingek, online beszélgetések, videóhívások, utána szoktam elkezdeni videót gyártani, ami általában gaming tartalom, és itt lesz igazán nehéz dolgom egy telefonnal, de egyáltalán nem megoldhatatlan. Egyébként sose használtam még A-szériás Samsung telefon, mert ugye mindig az S-szériákat pörgetem, de tök kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan fog működni, például a játékokban milyen lesz a teljesítménye, mert tudom, hogy a közönségből nagyon sokan szeretitek ezt az A-szériát, ez ugye az A71-es, ugye kíváncsi vagyok. Természetesen nem fogok egy frankó videót csinálni, amit külön feltöltök a YouTube csatornámra, de van a Samsungnak egy tök jó beépített felvevője, ahol még elvileg facecamot is tudunk használni, úgyhogy egy ilyen bemutatót próbálok nektek most így rögtönözni. Nyilván egyértelmű, hogy most az én kedvenc mobiljátékomat fogjuk itt megnézni, ami a Teamfight Tactics, de mennyire futurisztikus 2020, hát ott a facecamon megy közbe a gameplay,
tévé, a telefonról, a mikrofon, hát nem is kell semmi manapság a youtuber léthez. Iratkozzál fel, lájkoljad a Gunplayt, köszönöm szépen. Egyébként, hogyha valaki nem ismerné, ez egy a LOL világában játszódó autobattler, egy logikai játék, és Lucian, hát tegyed már inasba, légy szíves, bástyám. Nem hiszem el. Nem terhellek titeket a meccs hátra lévő részével, mert kikaptam, nem ment jól, de mindegy, korlátlan mobilnetnek hála le tudtam tölteni a játékot simán, és bár nem volt annyira gyors, mint nyilván egy itthoni wifi-s neten, így is pikpak megvolt, online játékot játszottunk, úgyhogy ki tudtuk használni ennek minden előnyét, és ráadásul még egy sima gameplay csatornát is lehet már indítani, kizárólag egy mobillal. Mint a példa mutatja, mert egyébként vágni is lehet már videót manapság mobilon, úgyhogy nagyon pöpec volt. Általában ilyenkor... Szóval általában ilyenkor szoktam ebédszünetet tartani és egy kicsit fölkelni a gép elől és pihenni, de ehhez nem kell adatforgalom, úgyhogy ezt most átugorjuk. A délután az mindig az élő adásoké, amit már szintén meg lehet csinálni ugye mobilról, akár a beépített Twitch applikációval is. Ráadásul így ki tudok ülni a teraszra, a természetbe, egy fokkal kényelmesebb, bár játszani nem fogok, de egy ilyen test streamet csinálunk. Na szevasztok srácok, üdv mindenkinek, ez itt egy ilyen teszt élő adás. És igazából a korlátlan mobil adatforgalmat próbálgatom, és hogy ezáltal lehet-e mobilról streamelni. Milyen az internet, meg milyen a minőség, szóval nem akadozok? Megy normálisan? Mert ugye mindig az szokott lenni a korlátlan mobilneteknek a necces része, hogy elége a feltöltés meg a letöltés. De elvileg a Vodafone azt hiszem az 10 megabitet garantál. És elvileg az elég kell legyen a streamhez, de nem tudom, hogy megy normálisan, írjátok meg ti. Srácok, szponzorált videó, tudjátok, most kell azt írni a chatre, hogy igen, tökéletesen működik. Rendesen működik. Oké, és köszönöm szépen, srácok. Olyan, mintha green screen lenne a fal mögöttem, hát ne szórakozzatok velem, hát nem green screen, hát what? Ez szívgat a háttérben? Nem, a szomszéd kutya valamelyik. De amúgy egész messze van, úgyhogy durva, hogy behallatszódik. A nézők elmondása szerint minden simán ment, de nem tudom, mert még nem néztem vissza a gépen, ugye nem tudom visszanézni, hogy milyen volt a minőség, de elvileg ezt is megoldottuk mobilról. Streamek után, mielőtt még letészem a lantot, szoktam foglalkozni a social media oldalakkal, Instagram, Facebook, Twitter, ránézek a Discordra, posztolok képeket, úgyhogy most meg kipróbáljuk az A71-et, bevágok ide a videóba egy fényképet, hogy milyen minőségű a kamerája, ti is lássátok. Viszont etájban már nagyon hulla vagyok agyilag, úgyhogy igyekszem hatig letudni mindent, és akkor onnantól kezdve az este már a családé. Na de akkor mi a tanulság, merülhet fel mindenkiben a kérdés? Hát kettő fontos dolog van szerintem. Az első az, hogy el lehet-e végezni minden munkát, ami mondjuk engem érint, számítógép helyett mobillal, és a válasz az rá, hogy el lehet, de nem az igazi, lássuk be, hogy azért még nem tart itt a technológia, viszont kiderült számomra, hogy a Samsung A71, mint középkategóriás telefon, gyakorlatilag tökéletesen elég a legtöbb embernek. Teljesen jó képeket készít, teljesen jó a videó minősége is, tudtam streamelni, illetve fotózni a social media oldalakra teljesen jól. Ugyanúgy ment rajta a Teamfight Tactics, bár csak egy gémet néztem meg, de kimerem jelenteni ez alapján, hogy játékra is tökéletes, az üzemidővel nem volt baj, szóval fasz a kis telefon ez. Másik nagyon fontos dolog meg ugye az, hogy mire elég a korlátlan mobil internet, és helyettesítheti-e mondjuk a vezetékes hálózatot, és erre egyértelműen az a válaszom, hogy igen. Sokszor látom, hallom az embereket panaszkodni így a mobil hálózatról, mobil internetről, hogy nem tökéletes a lefedettség, nem elég jó a sebesség, pedig Magyarországon az egyik legjobb a mobil internet lefedettsége és sebessége is, hogyha szétnéztek a világban, szerintem nagyon minőségi a szolgáltatás. Példának okáért, amit a Vodafone most garantál, ez a 10 megabites sávszélesség, ez mobilra bőven elég, tehát hogy tudtam vele streamelni, ez nagyon-nagyon fontos. Tudtam vele az ebédszünetben nyugodtan YouTube videókat nézni Full HD-ba, tehát hogy semmilyen gond nem volt. És kezdünk eljutni abba az időszakba, hogy most már teljesen megfizethető áron vannak korlátlan mobiladat forgalmat tartalmazó csomagok. Ugye most a Vodafone-nál az az akció, hogy minden új redes előfizető ezt megkapja. Tényleg nem is mondtam, nyilván lesz link a leírásba, akit érdekel, mindenféleképpen nézzétek meg. 100 szónak is egy a vége, én azt mondanám, hogy a mobil még nem helyettesíti a számítógép. Ez
egyértelmű, viszont a korlátlan mobil internet az szerintem mindenkinek megéri, akinek mondjuk a munkája, meg így a hétköznapi élete az így köthető az internethez. De őszintén tök kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy jöhetnek majd a hozzászólások. Nagyon-nagyon sok embert ismerek, aki egyébként sem használ otthoni internetet, mert mondjuk vidéken van és nem olyan jó a szolgáltatás, és korlátlan mobilnettel old meg minden, de tudom, hogy vannak olyanok is, mint mondtam, akik folyton panaszkodnak, hogy nem elég jó, úgyhogy mondjátok el a komment szekcióba, hogy nektek mi a véleményetek, én tökre élveztem ezt a tesztet. Like, feliratkozás, találkozunk legközelebb, legyen szép napotok srácok, én Nessai voltam. Na, szevasztok! Általában ilyenkor... N betű! Hát ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon láttam.